A káptalani levéltár számos kanonok kinevezési iratát is tartalmazza. Ez például Illés Ferenc kanonoknak a nagypréposti kinevezése, melyet első Ferenc József király állított ki 1907-ben. Ez az egyik, a közül a számos értékes irat közül, amely a Vasvárszombathely székeskáptalan levéltári anyagai között található. Több polcon, körülbelül 400 dobozban őrzik a dokumentumokat. 1578 óta vannak Szombathelyen a vasvári káptalan iratanyagai, melyek 2009-ig a Székesegyházban, azóta pedig az Ölbei Házban működő Egyházmegyei Levéltárban vannak elhelyezve. Káptalani levéltár az Egyházmegyei Levéltár legrégebbi iratanyagát tartalmazza, itt található a középkori oklevelek, illetve a káptalannak a különböző birtokaival kapcsolatos iratok, valamint a kezelésére bízott számos intézmény, illetve alapítványnak a felügyeleti iratai. Itt őrzik az 1217-es keltezésű, de Zsigmond király korabeli átiratban megmaradt oklevelet is, ami a káptalan első birtok összeírását tartalmazza. Ez Vasminye történetének egyik legkorábbi ismert forrása. Nemrég kiadványban is bemutatták, amelyből Vasvármegye története, a vasvári káptalan és levéltárának középkori története is megismerhető. 2017-es esztendő az valóban egy ünnepi év volt. Itt ugyanígy 2017 tavaszán, kora nyarán tartottunk egy megemlékezést erről a bizonyos káptalani birtok összeíró levélről, és utána 10-12 vasmegyei településnek részben falunapok, részben ünnepi megemlékezések, emlékmű, emléktábla avatása keretében történt megemlékezés ezekről a bizonyos első írásos említésekről, tehát ez egy nagyon szép jubileumi esztendő volt, mind a káptalan, ezt most hangsúlyozok, hogy a ma is működő Vasvár-Szombathelyi székes káptalanról van szó, mind a káptalan története, mind ezeknek a falvaknak a története szempontjából, és akkor elhatároztuk, hogy ezt valami írás formában is szeretnénk megemlékezni. A kiadvány bemutatóját egy vasvári konferencián tartották. Az előadók a káptalani templom helyén végzett geofizikai kutatásokról, a káptalani levéltár iratanyagának rendezéséről és a káptalan működéséről, tevékenységéről is beszéltek. A vasvári káptalan nagy valószínűség szerint a 12. században jött létre. Feltételezhetően az alapítás mögött a győri püspök vagy a győri székeskáptalan testülete állt. A létrehozására azért volt szükség, mivel ezen a területen nem nagyon működött jelentős egyházi testület, amely a ráháruló egyházigazgatási, illetve liturgiai funkciókat el tudta volna látni. Az 1217-es oklevélben 15 vasi településről első alkalommal olvasható írásos feljegyzés. E települések vázlatos története is megismerhető a kiadványban. A most megjelent kiadvány egy tudományos ismeretterjesztő jellegű kötet, aminek a legfőbb értéke az, hogy a nagyközönség számára is érthető módon foglal össze tudományos szempontból is frissnek és szakmailag helytállónak számító tényeket. Tehát, hogyha valakit érdekel ennek az 1217-ben kiadott oklevélnek a története és azoknak a településeknek a története, illetve a vasvári káptalnak a története, amely ebben igaziból ennek a kiadványnak a középpontjában van, akkor összefoglaló módon megtalálhatja ebben a kiadványban.